krumpli ABC. Szeptembertől már a burgonya felhasználási típusát is jelölni kell az eladóknak. Óvjuk kerékpárunkat. Egyre több tolvaj szakosodik biciklilopásra. A tulajdonosok fokozott figyelmét kéri a rendőrség. Hajrá Zsolti! Pénteken pályafutása 7. paralimpiáján a 7. éremért versenyez Vereckei Zsolt. A Bajai Televízió friss híradója kezdődik. Jó estét kívánok! Szeptember 1-től a fajta és a származási ország mellett a burgonya főzési típusát is jelölni kell a csomagoláson. Az új szabály szerint az ömlesztve árult krumplinál is alkalmazni kell az eljárást, mind a boltokban, mind pedig a piacokon. A gyakorlatban viszont még nem lehet a kiírással találkozni. Magyarországon mintegy 80 fajta burgonya van forgalomban, a bajai piacon is sokfélét kapni. Az árusok többsége általában csak az árát írja ki a krumplira, néhol viszont a fajtát is megjelölik. A sütni való kiírása szerdán egy helyen találkoztunk. A pirosat és sárgát is szoktam venni, attól függ, hogy mit főzök. És melyik mire jó még annyit? Hát a sárga az inkább tésztákba abba szoktam, a pirosat sütni és krumpli paprikásnak. Az új szabályozás alapján főzési típus szerint 3 kategóriába sorolták be a krumplit. Az A jelű a kevés keményítő tartalmú fajtát jelenti, ami nem fő szét, így salátákba kiváló választás. A B a főznivalót, míg a C a magas keményítő tartalmú krumplit jelöli, ami sütésre alkalmas. Az általunk megkérdezett árusok még nem hallottak erről a besorolásról. A termelők közül pedig sokan csak egy fajtát árulnak. Nekem a balatoni rózsa az, amit árulok. Szét van válogatva, kisebb-nagyobb, a kicsit ezt 60-ért adom, a nagyot az 100-ért, most ennyire megy, az idén nem is volt annyira jó ára, 150-ért kezdtük, de nagyon szeretik sütni, főzni, nagyon jó, úgyhogy nekünk ez térre is eláll, ez bevált, szeretik a vevők. A tapasztalatok alapján a vevők nem a fajta neve vagy színe alapján választanak, hanem azt viszik, ami korábban már bevált a konyhában. Összesen mintegy 300 millió forint bírságot kellett kiszabnia a NAV nyári akciójában. Az ellenőrzés sorozat július elejétől augusztus végéig tartott. A turisták által kedvelt üdülőhelyeken, vendéglátóhelyeken, strandokon, nyári fesztiválokon, szabadtéri rendezvényeken lehetett számítani a NAV munkatársaira. Kiemelt figyelmet kaptak még Budapesten és Balaton környékén azok a szállásadók is, akik akár egy napra, akár az egész nyárra szobát adtak ki. Az országszerte végzett mintegy 7600 ellenőrzés egyharmadának eredménye valamilyen szabálytalanságot mutatott. Nyugtahiány vagy fekete foglalkoztatás miatt majdnem 50 üzletet kellett 12 napra bezárni, és 8 esetben kellett üzletbezárást helyettesítő bírságot kiszabni, olvasható a NAV sajtóközleményében. Vajon tényleg ilyen nehéz egy nyelvvizsga? Egy felmérés szerint az elmúlt években Magyarországon 50 ezeren azért nem jutottak hozzá a diplomájukhoz, mert nem teljesítették az előírt nyelvvizsga követelményeket. A diplomamentő programra körülbelül 10 000 jelentkeztek, de csak 5 000 tudták letenni a nyelvvizsgát. Utána jártunk, vajon milyen lehetőségük van a főiskolát végzett hallgatóknak menteni a menthetőt. Nyelvvizsga bizonyítvány bemutatása nélkül a felsőoktatási intézmény nem adja ki a végzettséget igazoló oklevelet. A nyelvvizsga megszerzésének elősegítésére az állam az elmúlt években elindította a diplomamentő programot, támogatást nyújtva a nyelvtanuláshoz. Az eddigi 10 200 jelentkezőből azonban csak a felének sikerült letenni a vizsgát. A nyelvvizsga manapság kulcsfontosságú, éppen ezért egyre többen már a középiskolában levizsgáznak egy vagy akár több nyelvből is, így nyugodtabban vághatnak neki a továbbtanulásnak. Én még a gimnáziumban szereztem meg a nyelvvizsgámat, felsőfokú német és középfokú angol nyelvvizsgám van. Azért tartottam pontosnak, mert a jövőben akár külföldön is elhelyezkedhetek, és a diplomához is kell. Nem mindenki gondolkodik azonban előre, és a főiskolai, egyetemi évek gyorsan elrepülnek a nyelvvizsga megszerzése nélkül.
Az Eötvös József Főiskolán 2012. áprilisa óta van lehetőség az úgynevezett diplomamentő, hivatalos nevén intézményi nyelvi vizsgára. Egyik feltétel az, hogy a sikeres záróvizsga napját követő 3 évnek el kell telnie ahhoz, hogy megpróbálhassák ezt az intézményi nyelvi vizsgát. Van egy időbeli korlát, legkésőbb 2013. júniusában végzettek részére elérhető ez a lehetőség. Illetve, ahogy említettem, azok számára, akiknek egy általános nyelvi vizsgára van szüksége, tehát szaknyelvi vizsgát nem vált ki ez a vizsgatípus. Eddig 168-an tettek sikeres intézményi nyelvi vizsgát az EIF-en. A vizsga sikeressége érdekében a főiskola 15, 30 és 40 órás felkészítő tanfolyamot hirdet minden ősszel és tavasszal. Még néhány nap, és újra szurkolhatunk lónak és lovasának a nemzeti vágtán. Németh János és társa Májboly Mennydörgés ezúttal is a győzelemért vágtázik a Hősök terén. A 2013-as és 2015-ös siker után címvédőként harmadszor is diadalmaskodhatnak. Amennyiben ez sikerülne, Májboly Mennydörgés örökös bajnokként távozhatna a versenyről. A kétszeres bajnok Németh János otthonában kerestük fel, hogy milyen érzésekkel és gondolatokkal utaznak a fővárosba, a folytatásban megmutatjuk. A nyárias időjárás okán még ezekben a hetekben is rengetegen mennek munkába vagy iskolába kerékpárral. Az utcán hagyott kétkerekűek rendszeresen felkeltik a tolvajok figyelmét is. Előfordul, hogy a gazda már csak a járműve hűlt helyét találja. Elővigyázatossággal azonban elkerülhető a későbbi bosszúság. Tömegével állnak a kerékpárok csütörtökön délelőtt a Bajai 3. Béla gimnázium előtti téren. A diákok jelentős része két keréken érkezik az iskolába, hogy aztán délután nyerekbe pattanva a lehető leghamarabb edzésre, külön órára, vagy éppen hazajusson. A biciklik nagy része gondosan le van zárva, azonban találtunk olyat is, amit semmilyen védelemmel nem látott el a gazdája. Ez pedig fokozottan veszélyes, hiszen gyakorlatilag vadásznak a tolvajok az egyre nagyobb értékű kerékpárokra. Amennyiben közterületen állítják le a kerékpárt, érdemes forgalmas, frekventált helyen választani, ahol sok ember jár. Figyeljenek arra is, hogy mihez rögzítik a biciklit lezáráskor. Ne lakatolják le könnyen elmozdítható oszlophoz, táblához vagy kerítéshez. Egy önmagához lezárt kerékpár épp olyan védtelen, mintha záratlan lenne. Javasoljuk, hogy érdemes feljegyezni a kerékpár egyedi azonosítót, például a típust vagy a vázszámot, a sérüléseket, a méret vagy szint, hiszen amelyekről fényképfelvételt is lehet készíteni. Amennyiben megtörténik a baj, ezen adatok segíthetik a rendőreink munkáját. Nem csak a kerékpárt kell lezárni, hanem a különböző tartozékokra is figyelni kell. Éppen ezért, ha hosszabb időre hagyjuk magára a két kerekünket, akkor érdemes levenni róla a kulacsot, a lámpát vagy a kilométerórát. A rendőrségen elmondták, az éjszakai járőrözés során nagyon sok utcán hagyott biciklit látnak az egyenruhások, ami fokozott veszélyt jelent. Lehetőség szerint sötétedés után mindenki vigye biztonságos tárolóhelyre a járművét, hogy másnap reggel is legyen mivel iskolába vagy dolgozni indulni. Első alkalommal tartottak katolikus szentmisét a Bajai Szent Rókus kórház kápolnájában. A szertartást Toldi Norbert katolikus lelkész tartotta. A megjelentek között betegek és kórházi dolgozók is voltak. Szeptember 14-én, csütörtökön tartották meg az első katolikus szentmisét a kórház újonnan kialakított kápolnájában. Az Isten tisztelet elején Fekete Szabolcs plébános köszöntötte a megjelent híveket. Hozzátette, nagyon örül, hogy a teremben egyetlen szék sem maradt üresen. Az ünnepi szentmisét a kórház kinevezett lelkésze Toldi Norbert tartotta. Imádkozunk az itt ápolt betegekért, ugye nagyon-nagyon sok beteg van, de imádkozunk azokért is, akik őket segítik munkájukkal, és nem csak orvosokra gondolok itt, hanem a takarítókra is, a személyzetre is, mindenkire. Hiszen valamiképpen mindenki ezt a küldetést folytatja. A lelkész hozzátette, a kápolna létrehozásával az egyház közelebb juthat a betegekhez, segítséget, lelki támaszt nyújthat nekik. A kórház ápolási igazgatója, Göbül Vilmosné elmondta,
Nagyon örül, hogy újra van kápolna az intézményben. Minden betegnek szüksége van arra, hogy a lelkét gyógyítsa, illetve a vallásszabadságot tudjuk biztosítani mindenkinek, és ez olyan pont a kórházban, olyan hely, ahová bárki bármikor lejön egy kis lelki vigaszra, támaszra, segítségnyújtásra. A tervek szerint minden hónap első szerdáján tartanak katolikus szentmiséket, amelyre minden érdeklődőt szeretettel várnak. Szeptember 16 és 18-a között immár 9. alkalommal tartják meg Budapesten a Nemzeti Vágtát. A bajai származású kétszeres bajnok Németh János idén is versenyre kell a győzelemért. Ló, hogyha valami nem tetszett neki, hátra teszi a tudét. Németh János arról mesél, hogyan készülnek a hétvégi rendezvényre. A Nemzeti Vágta versenyzője idén újra nyerekbe ül, hogy megmérkőzzön a többi lovassal. Az új szabályok szerint a háromszoros győztes lova nem indulhat későbbi versenyeken, ezért ha ismét elnyerik a bajnoki címet, jövőre másik lóval kell indulnia a bajai lovasnak. Hogyha esetleg nem sikerülne megnyernünk a vágtát, nemzeti vágtát, ami már az elő selejtező futamokkal már nagyon nehéz futamba kerültünk a sorsolás alapján, középdöntő még nehezebb. Hogyha esetleg nem sikerül, akkor se aggódunk, mert ugyanúgy akkor a lóval, a társunkkal, úgymond társammal egy eléggé jó összhangot alkotunk, és akkor esetleg jövőre is tudnánk indulni. Németh János hozzátette, lovával, My Boy mennydörgéssel közel állnak egymáshoz, így érzékenyen érinteni, ha jövőre nem versenyezhetne vele. A 13 éves állat már idősnek számít versenytársai körében. Ennek ellenére mindig nagy örömmel és izgalommal várja az újabb megmérettetéseket. Németh János elmondta, bár a szabályok kizárják a háromszoros bajnoklovat, úgy gondolja, My Boy mennydörgés akár még 2-3 versenyen is helyt állna. A lovas hozzátette, a mezőny évről évre erősödik, így már az is nagy dicsőség, ha valaki részt vehet a versenyen. Vajon színeiben Németh János! Kezdődik a sportpercek. Kellemes szép estét kívánok mindenkinek! Őrületes verseny végén ezüstérmet nyert Csuba Róbert a Rio de Janeiroban zajló paralimpiai játékokon. A Bajai Vízi Sportklub kiskörösi versenyzője a kajakosok 200 méteres döntőjében mindösszesen 400-addal kapott ki lengyel riválisától és végzett a második helyen. Ez a magyar parasport történetének első kajak érme a paralimpiákon, hiszen a sportág most mutatkozott be a játékokon. A Bajai Televíziós stábja ezúton is gratulál Robinak. Pénteken végre medencébe ugrik Vereckei Zsolt is a paralimpián. A Spartacus háromszoros paralimpiai bajnok úszója már több mint egy hete Brazíliában van, most pedig eljött a bizonyítás ideje. Zsolt esélyeiről hozzá közelálló embereket kérdeztünk. Ezek a felvételek még a bajai sportuszodában készültek az elutazást megelőző napokban, azóta Zsolt már Brazíliában készül az ötkarikás játékokra. Pas Ferenc szinte naponta beszél tanítványával, aki elmondta, hogy nagyon zavarja, hogy tréneren nem lehet mellette az utolsó napokban és a verseny során. Ezzel együtt a szakember bízik benne, hogy Zsoltinak sikerül kiadni magából a maximumot. Írtam már neki egy szép kis edzéstervet, abban vannak bizonyos megjegyzések is, hogy mikre figyeljen, hogy figyeljen. Hát a nem titkolom, az 50 hátra azt írtam oda, hogy cél a dobogó. A Spartacus edzői és versenyzői mellett természetesen a bajai emberek is nagyon szorítanak Zsoltinak. Révi László jó barátja a sportolónak, most is nagyon várja már a verseny kezdetét. Elmondta, a londoni paralimpia előtt hosszasan rá kellett beszélni Zsoltit a folytatásra, de most nagyon örül neki, hogy ez akkor sikerült. Az a helyzet, hogy nagyon-nagyon-nagyon nehéz lesz, tehát most lesz a legnehezebb neki. Tehát van egy brazil gyerek, aztán van egy kína, meg egy angol gyerek, tehát a Zsolti, ha dobogóra föl tud kerülni, az hatalmas eredmény lenne tőle, de hát ígérte, hogy nagyon szeretne ő is fölállni még utoljára dobogóra. Az 50 méteres hátúszás előfutamát magyar idő szerint pénteken, valamivel 4 óra után, míg a döntőt péntekről szombatra virradó éjszaka rendezik. Sportpercekkel holnap este ismét várjuk Önöket. További szép estét kívánok. Viszontlátásra! Főbb híreink jönnek még egyszer, röviden. Krumpli ABC. Szeptembertől már a burgonya felhasználási típusát is jelölni kell az eladóknak.
Óvjuk kerékpárunkat! Egyre több tolvaj szakosodik biciklilopásra. A tulajdonosok fokozott figyelmét kéri a rendőrség. Hajrá Zsolti! Pénteken pályafutás a 7. paralimpiáján a 7. éremért versenyez Vereckei Zsolt. A Bajai Televízió híradóját látták. Friss összeállítással holnap este 6 órakor Attila várja Önöket. Hamarosan időjárás és vízállás jelentéssel folytatjuk. Én köszönöm figyelmüket, legyen szép estéjük. Viszontlátásra! A nap nagy részében gomoly felhős, napos idő lesz, majd délután nyugat, délnyugat felől megnövekszik a fátyol felhőzet. A déli délnyugati szél többfelé megélénkül, néhol megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 11 és 18 fok között valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 31 fok között alakul.